Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár csevejét vesszük fel éppen, ez már a 20. adás és Kajcsó Gyula, a Digitális Bölcsészeti Központ Digitális Filológia és Webarchiválási Osztály munkatársa lesz a vendégünk. És hát én úgy írtam a szövegből hogy kaparásra fogunk beszélgetni, és majd ezt, ezt ki fogod majd fejteni, hogy, hogy mi ez a scrapingnek a fordítása, egyáltalán lehet -e ezt a szót használni róla. Az a lényeg, hogy van egy webarchiválási osztálya itt a, a könyvtárnak, a Dótos Lászlóval elég behatóan kielemeztük a, a tevékenységét, kaptam is kritikát, hogy jó lenne egy olyan beszélgetni erről a témáról, aki, aki ért is hozzá, de hát én egy ilyen kíváncsi vagyok. A scapinghez sem értek, de azért van Kajcsó Gyula, hogy, hogy megvilágítsuk ezeket a folyamatokat, és az adja a beszélgetés apropóját, hogy a köztérkép.hu nevű weboldalról majdnem félmillió fotót és különböző adatokat kapartatok le, és hogy indul egy ilyen folyamat? Mit jelent az, hogy egyszer csak rámutattuk a köztérképpont hurra, ahol látok egy csomó képet, ugye szobrokat ábrázol ez, a, ez, az oldal, egy ilyen közösségi oldal fel tölteni mi történik ilyenkor, hogy döntitek el, hogy elindultak -e erre az irányba. Szia Péter, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Annyit pontosítanék, hogy webarhívási csoport van ugye az osztályon belül, és 2020 óta az Országos Széchenyi Könyvtár webarhíváló korábban osztályának, most már csoportjának kormányrendeletben meghatározott feladata a webarhívás. És ugye ennek az egyik fontos célja az, hogy a magyar interneten található magyar vonatkozású kulturális örökségből minél többet meg tudjunk menteni. És amikor egy ilyen projektbe fogunk, akkor azt mérlegeljük, hogy az adott weboldalon található tartalom, az, az OSK gyűjtők gyűjtő tevékenysége szempontjából milyen súlyú, mennyire lehet fontos megőrizni az adott oldal oldalnak a tartalmát, és utána pedig azt, hogy milyen technológiával lehet ezt az archiválási tevékenységet végrehajtani. Egyébként a webarchiváló csoport évente kétszer a .hu domain tartománynak a tartalmát megpróbálja menteni, azért mondom, hogy megpróbálja, mert nyilván maga teljességében ezt a hatalmas adott mennyiséget menteni nem lehet, de egy olyan tulajdonképpen pillanatfelvételt készítünk róla, ami mégiscsak jobb, mint a semmi. Éppen aktualitása van, hadd, had éljek egy analógiával, például ugye Petőfi Sándorról egyetlen ismert hiteles ábrázolás van, ez a dagerotípia. Hmm. A dagerotípia, most, hogyha mai fotós szemmel nézzük, akkor ez egy borrasztó minőségű kép. Hmm. Na de ha nem lenne, akkor nem lenne hiteles ábrázolásunk Petőfiről. Szóval ebben a rivárás is valahogy így működik, hogy hmm. ugyan nem biztos, hogy nagyon-nagyon magas minőségben tudunk mondjuk a pontú domintartomány teljes tartalmáról mentést csinálni, de mégiscsak jobb, mint hogyha nem lenne semmi. Ezeken kívül egyébként vannak tematikus aratásaink, ahol megpróbálunk ennél magasabb minőségre törekedni, és hát bizony vannak olyan esetek, amikor a webarchiválásnak a hagyományos módszereivel nem tudunk egy adott oldalról jó minőségű mentést készíteni. Ilyenek az úgynevezett web 2 technológiájú oldalak, ahol, ahol különböző skriptek és a felhasználói interaktivitás nagyban igénylő folyamatok vezérdik az adott oldalt. Tehát például a kép megosztó oldalak tipikusan ilyenek szoktak lenni, mert ott általában ezek a képek ilyen galériákban tekinthetők meg és ezek a galériák akkor nyílnak csak meg, hogyha a felhasználó bizonyos helyre kattint, stb. És ezeknek az automatikus, tehát robotokkal történő mentése nehézségekbe ütközik, és sokszor nem is tud jó eredményre vezetni, és ilyenkor jön ez a scraping technológia. A scrapingnek tulajdonképpen nem nagyon van magyar megfelelője, szokták persze szó szerint kaparásnak fordítani, mi, mi magunk között sokszor gerebézésnek hívjuk, tehát, uh -huh. hogy összegerebézzük a megfelelő uh -huh. adatokat egy weboldalról. Uh -huh. Ez abban különbözik a weboldal a hagyományos menetétől, hogy ilyenkor nem az a cél, hogy a weboldalnak a teljes kinézete és a teljes funkcionalitásra mentésre kerüljön, uh -huh. hanem csak célzottan bizonyos tartalmi elemeket akarunk róla lementeni. Ugye egy kép megosztó oldalról ilyen lehet maga a kép, illetve a hozzátartozó esetleges meg az oldalon megjelenő metaadatok, például a képnek a címe, egy leírás, a kép készítője, a kép is dátuma, stb. És akkor ez egy ideális terep volt, hogy kipróbáljátok tököt a scraping technológiát erre az oldalra, ahol ugye nem csak képek vannak, hanem itt nagyon fontos az, hogy hol készültek ezek a képek, egyáltalán milyen technikával készült mondjuk, vagy, vagy mit kell tudni az adott szoborról, amit ábrázol. Mit jelent ez időbeliségileg, amikor eldöntöttétek ezt, most hogy áll ez az egész projekt? Maga a projekt tavaly indult, most ott állunk, hogy a digitális képarchívum adatbázisába töltjük be a teljes adatkészletet, valamint töltjük fel a szerverekre a képeket. Maga a DKA szabad felhasználású képeket szolgáltat csak, ugye a köztérképről lementett képállománynak a, valamivel több, mint a fele ilyen. A közel fél millió mentett képből 265 ezeret tudunk a dk ba betölteni, tehát most ennek a hatalmas képmennyiségnek és az adatoknak a, az adatbázisba töltése zajlik, és miután ez lezárul, utána a DKA felületén keresztül kereshetők, böngészhetők lesznek ezek a képek is. Tehát a tavaly ö, októberi projekt indulás óta most idén márciusban tartunk ott, hogy mindjárt kész van a betöltés. Mennyit kell hozzátennetek ez a technológiához? Mondtad, hogy gerebjézik a szoftver. Szoftver egyáltalán? Igen, elmondhatom akkor ennek a lényegét. A scraping technológiának az a lényege, hogy tulajdonképpen skripteket tehát programokat kell írni. Mi az a script? Azt is mondjuk De Programok, el. rövid programok, mm. amelyek, amelyek ezt a célzott adatgyűjtést egy weboldalról el tudják végezni. Mm. Szerencsére vannak olyan bizonyos programnyelvekhez olyan könyvtárak, amelyek nagyban támogatják ezt a tevékenységet. Mi Pythonban dolgoztunk. A Pythonnak van egy Scrapy nevű könyvtár, amely kifejezetten a webscrapelésnek a támogatására jött létre. Ugyanakkor viszont azt természetesen nem lehet megúszni, hogy valaki ezeket a skripteket megírja, és ugye ennek az pont az a nehézsége, hogy minden egyes weboldal esetén ezek egyedi skriptek lesznek, hiszen minden egyes weboldalnak más a funkcionalitása, máshol helyezkednek el a megcélzott elemek stb. Tehát ezeket az úgynevezett spider amelyek bejárják pók, ugye? Amelyek bejárják a weboldalt, és ha megfelelő adatokat összegyűjtik, ezeket nekünk kellett megírni a köztérkép esetében is. Tehát az a pár hónap, amiről most az előbb beszéltünk, az azzal telt, hogy hogy meg kell ismerni a köztérkép.hu-nak a felépítését, működését, és azután ennek megfelelően meg kell írni ezeket az úgynevezett spidereket, amelyek tulajdonképpen tehát Python skriptek. Python programok. Említett, hogy kötelességünk, a nemzeti kötelessége, hogy minden gyűjtsön, régen ugye analóg világban, könyvek kapcsán, most a dokumentumok kapcsán, mondjuk van egy ilyen oldal, ahol különböző felhasználók fotók itt leszelítek, mi van ilyenkor a szerzőjoggal? Hogyan viszonyulnak a, a, az oldalfentartói akár, vagy maguk a, a, a lelkes önkéntesek, akik hozzátesznek ez az egész adatbázishoz? Ez egy nagyon jó és nagyon fontos kérdés, és a scraping esetében egy, egy állandóan felmerülő kérdés a jogi háttér. Ugye mondtam az előbb, hogy a Digitális képarchívum eleve csak szabad felhasználású képeket szolgáltat, és pont azért is céloztuk meg a köztérkép.hu-t, mert itt a felhasználók, akik feltöltik a képeket, megadják a felhasználási licencet. Vagy nem adják meg, ha nem adják meg, akkor nem, nem felhasználható. Én maga ha úgy képzeljük, az oldalon ki van írva, hogy ki van írva? ne add el, ne használd föl, csak Pontosan. nem használható, tehát vannak ezek a... Pontosan a... így van. Hmm? Pontosan így van, és mivel ez a metaadat a fotóhoz skrépelhető, ezért mm. meg tudjuk állapítani minden egyes letöltött képről, hogy mm. milyen a felhasználási licensze, és mint az előbb említettem, 265 ezer kép mm. szabad felhasználású, tehát betölthető a DK-ba. Na most ez ettől még egyébként nagyon fontos fázisa volt ennek a projektnek az, hogy megkerestük az oldalüzemeltetőit, mm. és azon túl, hogy részletesen áttárgyaltuk velük a jogi nyilatkozatukat, amely a weboldalukon egyébként hozzáférhető, azon túl még egyéb kérdésekről is egyeztettünk velük, pont azért, hogy minden teljesen jogszerűen és mindenki megelégedésére történjen ebben a projektben. Eleinte például bizonyos típusú adatok felhasználását. Tól idegenkedtek, tehát a, a, nem, nem akarták engedni, de aztán sikerült őket meggyőzni, hogy ez tényleg egy olyan fontos kulturális misszió, hogy, hogy megéri, hogyha megengedik az OSK-nak azt, hogy ezt az adathalmazt archiválja, illetve egy részét szolgáltassa is. Tehát ezeket bárki meg tudja majd nézni a digitális képarchívumban. Mi van azokkal a köztérpékes dokumentumokra, itt mondtad, hogy fél millió és 265 ezer, ott azért van egy jó pár százezer. különbség, azokkal ami lesz? Ez is nagyon jó kérdés. Ugye ez, ez pont azzal a kérdéssel függ össze, hogy ugye az országos szétségnyi könyvtár ö, bizonyos jogvédett tartalmakat is archiválhat. Egyébként ez a webarchiválásban, de más területeken is igaz. Ugyanakkor viszont ezeket nyilvánosan nem szolgáltathatja. Ugye ilyenkor van az, például a webarchiválás esetében is, hogy ha valaki bejön a könyvtárba, akkor egy erre dedikált gépen keresztül viszont ennek az úgynevezett zárt archívum résznek a tartalmát is tudja keresni és böngészni. Csak hát ugye ezek a gépek úgy vannak beállítva, hogy nem tudja magának elküldeni a megtalált tartalmat, mm. nem tudja lementeni a megtalált tartalmat. Mm. Ez tényleg csak kutatási célból helyben használatra van ilyenkor biztosítva. Na most a DKA, mint említettem már többször, jelenleg csak szabad felhasználású képeket szolgáltat, és igen, előttünk álló feladat, hogy megoldjuk a nem szabad felhasználású képeknek mondjuk a helyi böngészését, vagy keresését akár. Ugyanúgy, mint ahogy ezt, ezt a webarchivum esetében már megoldottuk. Beszéljünk egy arról, hogy mi van, amikor mondjuk bezárnak egy, 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 weboldalt. Ugye egy célzott projekt nem nagyon fenyeget a, a veszélye, de Ilyenkor van-e a könyvtárnak valamiféle kötelezettsége, hogyha érzékeli mondjuk a robot, a, 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 aki, aki akár gerebjézik, akár nem gerebjézik az oldalt, hogy, hogy megszűnik a, az online világban ez a, ez a weboldal. Ilyenkor a ti ügymenetetekben, protokollatokban van-e valami olyan eljárásrend, hogy, hogy akkor kiemelten foglalkoztok, hiszen az már nincs, nem érhető el senkinek, csak a könyvtár mentése van meg van, itt többféle forgatókönyv létezik. Az, amit te most említettél, az a, a, legsajnálatosabb eset, tehát amikor úgy szűnik meg az egy oldal, hogy mi, mi sem tudunk róla, csak észrevesszük, hogy megszűnt. Konkrétan például pont kép megosztó oldal esetében volt ilyen az úgynevezett országalbum, amely egyébként hasonló volt a köztérkép oldalhoz, közterületen magyarországi műalkotásokról készült fotókat gyűjtött össze, közösségi jellegű webhely volt az is. Megszűnt, és sajnos például arról még akkor nem tudtunk ilyen jellegű mentést készíteni, mm -hmm. és pont egyébként a köztérkép esetében is az volt az egyik fő célkitűzés, mert többször láttuk, hogy az oldalnak a működése időnként. Bizonytalanná vált. Hát ugye ezek a közösségi fenntartású weboldalak nagyon sokszor finanszírozási problémákkal küzdködnek, de nem is, nem is ez a legnagyobb gond, hanem inkább az, hogy a közreműködők elvesztik a lelkesedésüket, vagy az életükben történik valami olyan dolog, ami miatt nem tudnak tovább közreműködni, és hirtelen előfordulhat, hogy gazdátlanná válik, akár egy ilyen fontos a kultúrai örökségünkhöz tartozó tartalmat őrző webhely is. A másik forgatókönyv, a kedvezőbb forgatókönyv az, hogyha a web webhelynek a tulajdonosa értesít minket arról, hogy meg fog szűnni, akkor természetesen törekszünk arra, hogy minél jobb minőségben egy utolsó mentést készítsünk az adott webhelyről. Ilyen is van. Jó esetben a megszűnő oldalakat bejelentik nálunk. Még vissza a köztérképre, egy lóúrásba is folytassuk, ahogy az elején elkezdtük. Mi van akkor, hogyha egyáltalán beszélhetünk-e arról, hogy lezárul egy, egy, ilyen, ilyen scraping folyamat, a köztérképet lemenditek, de ugyanakkor a felhasználók, ugyanúgy a közösségi felhasználók töltik fel az újabb-újabb képeket, ezt hogyan képzeljük el? Minden hónapban egyszer csak rányomtok egy entert, a szoftverre, és akkor újra elkezditek a munkát, de nyilván akkor nem félmilliót milliót fogtok letölteni, hanem mondjuk négyezeret, vagy ilyesmi. Pontosan így, tehát ez egy, úgy, úgy, terveztük eleve a projektet, hogy időnként frissíteni kell a tartalmat. Ezt egyeztettük is egyébként a web webhelynek az üzemeltetőivel. Ennek abból a szempontból a jelentősége, hogy akkor, amikor a, ezek a spiderek végigmennek a webhelyen, akkor hirtelen megnő a terhelése. Ugye emiatt is egyeztettünk velük, nehogy kitiltsanak minket. Mm. és akkor jeleztük neki. A látják, hogy itt valami mozgás van. Hogyne, sőt, hát be, be is tudják azonosítani a mi robotjainkat, mm -hmm. tehát látszik, hogy az osk robotja, mm -hmm. és, a, és mm -hmm. akkor így, így módon ugye akár ki is tilthatnának minket. Ú, úgy nyilván a képek, a félmillió és az, az hatalmas adott forgalom volt, tehát ezért mm -hmm. is kellett velük egyeztetni. Abban maradtunk, hogy körülbelül negyed évente meg fogjuk ismételni a műveletet, ellenőrizni fogjuk szintén a spider segítségével, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek nálunk már, már megvannak, Igen. és az újakat pedig rendszeresen pótolni fogjuk. Mondtad, hogy, hogy le van egyeztetve, és tudja a honlap gazdája, hogy itt, itt egy erejétés folyik. A böngészőnkben is vannak különböző ilyen, ilyen kiterjesztések, hogy mi is tudunk úgymond gerebézni más honlapokból, ami képeket így így lementünk, rossz szóval, lopásnak is lehet nevezni, akkor mondhatjuk úgy a felhasználónak, hogy kicsit figyeljenek oda erre, hiszen a másik oldalról látják ezeket a folyamatokat. Mégis a, a normál felhasználók, akik, akik gyűjtögetnek képeket, akár saját maguknak elmentenek, mire, mire kell nekik figyelniük, mit, mit tehetnek meg a, az internetes világban? Hát egy interneten megtalálható képet bárki lementhet, tehát nyilván magának a mentésnek semmilyen akadálya nincsen. Jogilag a felhasználás ütközik akadályokba, abban az esetben, hogyha nem nem szabad felhasználású egy kép. Tehát ö, a, akkor tulajdonképpen semmit nem tehet vele, azon kívül, hogy magának menti. De lényeg az, hogy, hogy, hogy etikusan kell hozzáállni ezekhez az internetes dokumentumokhoz, a, mindig az analógiára visszatérek, ugye van az a digitális online világ is, van ami normál könyvtári volt világunk, nagyon hamar kialakították, hogy hogyan nőjön egy gyűjtemény egy, egy könyvtárban, a köteles például rendszert mondjuk, ilyen van-e az online világból, tehát most van -e erre esetleg már valami szabályozás, vagy bármi más, hogy ha keletkezik egy online dokumentum, azt, azt hogyan tudja a nemzeti könyvtár minél hatékonyabban begyűjteni? Van most már digitális köteles példány beszolgáltatás is. Az OSK ezt végzi ezt a tevékenységet. Nyilván ez a hagyományosabb úgynevezett born digital, tehát digitálisan született dokumentum típusokra vonatkozik egyelőre. Tehát mondjuk a, az webarriváló csoportnak a, a .hu doménre vonatkozó mentési kötelezettsége az nem ebbe a kategóriába tartozik. Tehát az, az, amit most az OSK-ban beszolgáltatnak digitális köteles példánként, azok többnyire PDF-ek vagy más ilyen hagyományosabb dokumentum típus formátumban vannak. Említetted még, hogy azokat a dokumentumokat, amiket nem lehet szabadon hozzáférni, és nem töltitek föl a digitális kép akkor egy ilyen belső dedikált gépen lehet kutatni. Ez is egy nagyon izgalmas része, és fogsz menni egy, egy ilyen konferenciás ebben a tárgyban. Mit mond majd a Nemzeti Könyvtár a nemzetközi közvéleménynek? Mi hol tartunk a, a web archívumok kutathatóságában? Igen, azt hiszem, hogy az IIPC, az International Internet Preservation Coalition éves konferenciájára gondolsz most, amely április végén Párizsban kerül megrendezésre, és ehhez kapcsolódóan lesz egy, egy úgynevezett Spring School, egy tavaszi egyetem, magyar így lehetne lefordítani, amelyet, amelyet kutatók szerveztek, elsősorban jelenleg is PhD képzésben résztvevő, vagy postdoktor doktori hallgatóknak, tehát fiatal kutatóknak tulajdonképpen, és ez a webarchívumok kutathatóságával foglalkozik. Ugye maga az AIPC a az internet archiválással foglalkozó ö, nemzetközi gyűjtő szervezet, tehát egy olyan konzorcium, amelyben a világ minden tájáról az internet archiválásban intézmények tömörülnek, és ö, természetesen nagyon fontos kérdés az IPC berkein belül az, hogy az, amit mentünk, azt hogyan tudjuk felhasználhatóvá tenni, és az egyik legfontosabb felhasználási terület a kutatások a kutathatóság, hiszen ezek óriási adatkészletek, amelyek nagyon-nagyon sokféle célra felhasználhatók, sokféle tudomány számára. Nálunk is egy kardinális kérdés, hogy a digitális bölcsészeti központnak az egyik nagyon fontos, dedikált feladata, hogy egyébként már évek az évek óta gyűlő adott tömeg, az, az, hogyan tehető használhatóvá, és hogyan tehető kutathatóvá. Volt erre egy pályadott projektünk, mert amikor 2022. februárjában az ukrajnai háború kitört, akkor mi azonnal elindítottunk a webaratáson belül egy speciális gyűjtést. Ez az ukrajnai háborús hírekkel kapcsolatos részgyűjtemény. És arra gondoltunk, hogy ha már létrejön egy ilyen speciális részgyűjtemény, akkor ennek a szövegét megpróbáljuk valahogyan kereshetővé, szabad szavasan kereshetővé tenni, sőt, biztosítani azt, hogy még a szabad szavas keresésen túl olyan speciális keresési feltételeket is lehessen megadni, amelyek a kutatók számára hasznosak, valamint lehetséges legyen adatvizualizációkat is létrehozni ebből a korpuszból. Azért volt nehéz ez a feladat, mert ahhoz, hogy ilyen magasabb szintű kutatási feladatokra alkalmas legyen egy archivált webes tartalom, ahhoz először ki kell nyerni belőle a puszta szöveget, mert hogy egy web, mentett weboldal az természetesen nem csupán a szöveget tartalmazza. Gondoljunk csak mondjuk egy hírportálnak a cikkére, ahol a maga a cikk szöveg még egy csomó minden mással körül van véve. Ott van például a portálnak a menürendszere, hirdetések vannak mellette, ott van az oldalnak a lábléce, különböző funkciójú ilyen widgetek, tehát például naptár lehet mellette, mm. stb. Ugye egy crawler ezt mind menti, viszont ha valaki kutatni akarja, akkor ő csak a ciknek a nyers szövege mm. fogja érdekelni, és abban akar keresni, és nem akar menüből találatokat, meg a láblécből találatokat. És ez sem olyan egyszerű feladat minden, által megoldható. Azután, hogyha ki is tudjuk nyerni a nyers szöveget, a híreknek a nyers szövegét, akkor utána akkor lesz adatvizualizációra alkalmas, hogyha ezt nyelvileg elemezzük. Tehát egy szerencsére a magyar nyelvtechnológia nagyon jó helyzetben van, tehát... De nagyon nehéz nyelv. Nagyon nehéz nyelv, de ennek ellenére egyébként a magyar nyelvtechnológiai kutatások a világ élvonalában vannak, és van olyan nyelvi elemző eszköz, amely komplex módon tudja elemezni a szövegeket. És lehetővé teszi azt, hogy például egy szövegből mondjuk csak a főneveket vagy a mellékneveket gyűjtsük ki, vagy le, le tudjuk vágni a toldalékokat, ugye mondjuk egy olyan olyan adatvizualizáció esetében, mint például egy szófelhő, ugye a magyar esetében ez egy, egy speciális feladat, ugye nem akarjuk, hogy az összes lehetséges toldalékos alak külön szerepeljen a szófelhőben, hanem azt szeretnénk, hogy az adott szótőnek az előfordulásai legyenek súlyozva, és ehhez nyelvi elemzésre van szükség. De ezt meg, megcsináltuk ennek a pályaprojektnek a keretében, mindez alapvetően szükséges ahhoz, hogy egy, mondjuk egy webarchívum kutatható legyen. Még visszamennék a nyelvre, akár ezen a nemzetközi konferencián is szóba kerülhet, hogy könnyebb dolguk van az angoloknak mondjuk. Az egész, ott, ott nincs például érkezett. Igen, ez állandó téma, nem, 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 is elsősorban azért van könnyebb dolguk, mert nincs ékezet, és sokkal egyszerűbb az ABC-jük, hanem egyszerűen azért, mert az angol hatalmas világnyelv lévén sokkal fejlettebb nyelvi elemző eszközöket tud használni ma már. Tehát ugye a köztudomású, hogy mondjuk azokon a nagy nyelvi modellek, amelyek például a GPT mögött is vannak, azok az angol esetében sokkal jobban működnek, mint a kis nyelvek esetében. Minél kisebb egy nyelv, minél kevesebb forrás lehet mögé rendelni, hát annál, annál kezdetlegesebben tud működni a... Milyen olyan nyelvi nyelvi előadás modell. lesz még ezen a konferencián, amire úgy, 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 várakozol, hogy a, meg tud, hogy a kollégák mondjuk, nem tudom, akárhonnan Brazíliában, hogy állnak mondjuk az őserdőknek a, a, a nyelvi modelljével. Számos érdekes előadás lesz. Nálunk állandó problémát jelent a, a, a legújabb technológiáknak az implementálása, és az ezekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés egy nagyon jó lehetőség. Különböző új keresőeszközök és különböző a kutathatóságot lehetővé tevő szoftverek például egy nagyon fontos területet jelentenek. Lesznek workshopok is, remélem, hogy még több ilyenen részt tudok venni, és haza, haza, haza tudom hozni azokat az új, új eljárásokat, új jó gyakorlatokat, amely, amiket itt a Magyar Internet Archívum esetében is tudunk alkalmazni majd. És még akkor mondjuk el azt, hogy valaki bejön a Nemzeti Könyvtárba, akkor ezt a webarchívumos tevékenységének a gyümölcseit leül egy géphez, és akkor itt, itt belép segítsége, vagy segítség nélkül tudja kutatni már. Tehát már nagyon sok adathoz hozzá tud már itt is férni most 2024 márciusában. Ez így van, csak mint említettem, jogi okokból a megjelenített adatokkal tulajdonképpen nem sok minden tud kezdeni. Nagyon fontos lenne egy olyan kutatói felületnek a létrehozása, és dolgozunk is ezen, amelyen keresztül esetleg szabadon felhasználható adatkészletek letölthetőek lennének. Ugyanis ugye itt a jogi problémát az jelenti, hogy ha például csak a szöveges tartalmat vesszük, egy cikknek a szövege az jogvédett. Tehát a szerzői jogvédelem alá esik, azt nem, nem adhatjuk csak úgy oda, hiába, mi arriválhatjuk, de nem, nem lehet szabadon szolgáltatni. Ugyanakkor viszont, például a szövegekből előállított adatkészleteket az Európai Uniós szabályozás szerint igen. Ez pont azért hozta meg ezt a rendeletet az EU, ahogy a mesterséges intelligencia kutatásnak ne szabjon gátat az, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat. Tehát azokat az adat készleteket, amelyek mondjuk, amelyeket mondjuk a szövegek elemzésével előállítunk, igenis. Uh -huh. publikussá lehet tenni. Tehát el lehet képzelni egy olyan felhasználói felületet, egy olyan kutatói felületet, ahol a kutató összeállítja saját magának azt a korpuszt, amit ő kutatni szeretne, uh -huh. tehát egy tematikus részgyűjteményt hoz létre magának. Uh -huh. Ő érkezett is egyébként ilyen megkeresés korábban, az ELTE Germanisztikai Intézete például egy olyan nemzetközi kutatásban vett részt, ahol a bulvár hírekben akarták vizsgálni a COVID-ról szóló uh -huh. cikkeket, és az úgynevezett szentiment analízist szerettek volna uh -huh. végrehajtani, tehát hogy a bulvár sajtó hogyan viszonyul a Covid-hoz, milyen attitűdjei vannak a covid kapcsolatban, és ehhez kellett volna nekik egy olyan adatkészlet, ami ugye bulvár sajtó híreket tartalmaz. És hogyha, hogyha meg lenne ez a felületünk, uh -huh. akkor ugye ez a kutató be tudta volna kattintani, hogy mondjuk erre a részhalmazra szeretné szűkíteni a, uh -huh. a korpuszt, ő szeretne mondjuk nyelvilegelemzett adatkészletet, és abból pontosan mire van szüksége, milyen Hű. adatokra van szüksége, és akkor ezt előállítaná neki a rendszer, és letölthető lehetne tenni. Az adatkészlet hozzá férhető lenne. Időbelisége tudsz erre valami választ adni, hogy ez mikorra várható, hogy megvalósul egy ilyen? Nagyon ne nehéz erre választ mondani, rendkívül uh, szertágazó feladataink vannak és ahhoz képest viszonylag kevesen vagyunk sajnos, de én szerintem egy-két éven belül talán beszéltünk arról, hogy valami hasonló felület létrejöhet. Minden ilyen nagy közösségi média használók vagyunk, egyre idősebbünk, egyre kevesebbet a fiatalok teljesen más közösségi oldalakat használnak. Ezeknek a mentése, hogy áll, ez is egy borzasztó, izgalmas kérdés. Igen, azért jó kérdés, mert összefügg a scraping-el, ugyanis a közösségi média oldalak mentését a hagyományos webaratós eszközökkel nem, nem lehet jó minőségben megcsinálni, vagy pedig, ha meg lehet, akkor nagyon-nagyon komoly humán erőforrást igényel, Tehát be kell, be kell avatkozni, be kell állítgatni a, az adató szoftvereket részletesen, és hát ráadásul folyton változik is. Uh -huh. Változnak ezek a beállítások. Viszont a közösségi média a kezdetektől úgynevezett API hozzáférést biztosított a tartalmaihoz. API vagy API? Mind a kell. hát hogyha magyarul mondom API, hm. hogyha hm. angolul mondom az API, akkor Ez egy külső felhasználók hozzáférhetnek bizonyos dolgokhoz. hogy Igen. Az, az API az maga az Application Programmable Interface-nek a betűszava, ami alkalmazás, programozási interfészt alkalmazás programozási kapcsoló felületet jelent. Ennek az a lényege, hogy külső alkalmazások hozzá tudnak kapcsolódni a szolgáltatáshoz, és bizonyos adatokhoz és folyamatokhoz hozzáférnek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Facebookon minden egyes poszt az egy entitás, tehát van a posztnak egy azonosítója. Már ez az apin keresztül hozzáférhető és letölthető a tartalma. Aztán a posztnak van szövege, a posztnak van szerzője, a posztnak van idő, időpontja, publikálási időpontja, van annak hozzászólásai. Vannak kedvelése, stb. 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 Ezek mind mind az apin keresztül adatokként uh -huh. elérhetőek. Tehát azért mondom, hogy hasonlít a scrapinghez, mert tulajdonképpen, amikor apin keresztül mentünk egy mondjuk egy közösségi média tartalmat, akkor adathalmazt mentünk, és nem, a, nem az eredeti megjelenését. De ha belegondolsz, az eredeti megjelenésnek nem is biztos, hogy olyan óriási nagy jelentősége. Van arról, tudunk egy fotót csinálni, mondjuk egy képernyőképet, hiszen ráadásul az, hogy egy Facebook tartalom hogy jelenik meg nálad vagy nálam, az attól függ, hogy te vagy én, hogy állítjuk be. Milyen tartalmakra vagyunk kíváncsiak, sötét vagy világos módban használjuk-e, eleve milyen rendszeren használom, milyen szélesség a monitorom és a többi. Tehát igazából ja, szerintem például a Facebook tartalmának a megjelenése az egy esetleges dolog, ott a, a tartalom az érdekes. Mm. És api, ez apin keresztül Megoldható ennek a hozzáférése. Bár a, az elhíresült Cambridge Analytica botrány után uh -huh. megszigorították a közösségi média oldalak az APIN keresztüli hozzáférést, uh -huh. de ez igenis megvalósítható, és a, azok a szervezetek, akik weborülással foglalkoznak világszerte, itt-ott csinálnak ilyen APIN keresztüli mentéseket. És és mi? Ez, ez tulajdonképpen borzdigita, tehát abszolút neten keltkezett, ott született digitális dokumentumok, és Idővel, hogyha a szerzői ugye lejár, mert itt is ketyeg majd az óra, akkor lehet, hogy már 2102-ben a, a lakói Nemzeti Könyvtárban tudják a mostani Facebook-posztokat bújni a kutatók hát, legálisan. Hát vagy egy zárt, de mm -hmm. arra dedikált gépen, itt az épületen belül már most is. Igen? Persze, hát ez is szolgáltatható, mm -hmm. hogyha nem publikusan szolgáltatjuk. Egy, nagyon, nagyon fontos, amit mondtál a Born Digital tartalom, hiszen például, pont a, a Facebookon nekem például konkrétan van olyan költő ismerősöm, aki nagyon sokszor első közlésre használja a Facebookot, tehát a versének az első közlése az a Facebook. Tehát, tehát ennek is tényleg óriási kultúráis jelentősége lehet. Köszönöm szépen akkor Gyulának, hogy erről a scrapingről meg mindenről beszélgettünk, reméljük, hogy kicsit hozzá tudtunk tenni a Nemzeti Könyvtár ilyen tervékenységes, és várjuk majd a, a beszámolót, hogy mi történt a, a ezen a konferencián, és várjuk a felhasználó felületet és a köztérkép.hu adatai is fölkerülnek. 265 ezer? 265 ezer tétel. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.